A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem testnevelő tanár, tanító tanár, mentor tanár, színművész, mester, ha úgy tetszik, úszómester is, zongora hangoló és így tovább, Kozári Ferenc, szervusz, örülök, hogy itt vagyunk. Nos, hát ez egy olyan életpálya, erről már beszéltünk, ami fantasztikus. És ráadásul úgy építetted fel, hogy idestova negyed százada itt Székesfehérváron a Vörösmarty Színház tagjaként is nagyon sok örömet szereztél nekünk. Egyébként néhány napja egy beszélgetésen szóba került, mert hogy vendégem volt Börcsök Olivér, a versünynep egykori győztese, aki most a Miskolci Nemzeti Színház tagja. Egy rendkívüli fiatal tehetségről beszélünk, aki szintén áradozott arról az időszakról, hiszen a színjátszás alapjait, mindazt, ami a tehetséget aztán később a világra hozta, azt mondta, hogy azt tőle tanulta. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Hogy telik a napja, egyáltalán hogy történik az meg, hogy ennyiféle, és ráadásul mindet kiváló szinten csinálod, hogy fér bele egy ember 24 órájába, egy év 365 napjába? Attól függ, hogy szezon van-e, színházi szezon-e, vagy nem. Ha van, akkor azért az időmnek a nagy részét maga a színház és a rákészülés veszi el. De mint most, hogy nyár van, akkor viszont a fizikai munkát nagyon szeretem, a ház körüli munkát, illetve hétvégén, hogyha az úszás megy, ugye babaúszoda, akkor azért ott van a helyem, péntek, szombat, vasárnap. Igen, már maga a pályád is furcsa volt, hiszen testnevelő tanárként kezdted, aztán a színmű prózai szakon, és úgy jött a musical szak. Igen. Ez egy olyan változás, amit időközben azért meg kell szoknia. Én gondolom, hogy a mentalitásodból fakadóan ezért ez nem volt nehéz. Meg a családból adódóan ugye a szüleim tanárok voltak, és nagyon hatásos és nagyon jó tanárok, és azt hiszem, hogy kicsit elirigyelhettem azt a fajta boldogságot, amit ez az élet ad. Tehát, hogy közélet, hogy törődés a többi emberrel, a tudást átadni másnak, és ők boldogan is éltek. És nagyon figyelték a világot, sok tantárgyat lefettek, és ezt otthon könnyű volt elsajátítani. És rögtön gyerekkorban azért mindig benn volt egy, amellett, hogy ugye sportoltam, benn volt egy vonal az előadó művészet is, révén, hogy az MRT gyerekkorúsába énekeltem, és az is egy fellépés, és az is egy pályára készülés. Illetve visszatérve a szüleim, pedig szépen beszéltek, és mindig ki is javítottak, és mondták, hogy törekedni kell arra, hogy érthetően, jól fogalmazzon az ember, szépen ejtse ki a szöveget, és ez a végén a sporttal együtt kiadta azt, hogy jól lehet, nem arra készültem. Azt mondtam, alkalmas, és lehetek arra, hogy színész legyek, és nem olyan nehéz. Tehát ez volt a tanítói attitűd alapja? Bizonyos értelemben a szülők, hiszen utána művészi beszédóráktól kezdve zenés mesterséget, és így tovább. Igen, ez egy jó alap volt arra. A gyerekkorom és a szüleimnek a szigorúsága, és az, hogy gyerekkorban már zenére köteleztek, ez egy nagyon jó alap volt arra, hogy 21-22 évesen azt mondjam, hogy egy nagyszerű Cseh Tamás és Jordán Tamás előadásokat látva, azt mondtam, hogy én is megpróbálom, mert ők boldogok. És hát, ha nekem is sikerül egy ilyenfajta boldogság. Ugye a színművészethez hozzátartozik szervesen, tehát nem csak a szerepeiden át, hanem a színészképző stúdiósai, falusi amatőrök, aztán töpörtjüket, illetve nagyocskákat is. Ez hogy függ össze mindazzal, amit emellett is csinálsz? Úgy, hogy jó, hogyha az ember két lábbal a földön él. Jó, hogyha nem egy lila művészi felhőben éli a napjait, hanem oda gyökerezik, hogy az én gázsimat azok az emberek
keresik meg, akik dolgoznak gyárakban, boltokban, kint a termőföldön, a traktorok volánjánál, és őket ismerni kell, és azt kell mondjam, hogy szeretni kell. Tehát mi Magyarországon élünk, én szeretem az összes réteget, aki nem színész, és nagyon figyelem is őket. Nem kell, hogy a művészetbe elmerüljön valaki. Jó embernek kell lenni, aktívnak kell lenni, becsületesnek kell lenni, és ha ezt az ember ismeri, akkor nem olyan nehéz ezt elmondani, ehhez kapcsolódó gondolatokat 400-500 ember előtt. Tehát ha azt mondom, hogy nagyon sok ember születik színészi kvalitásokkal, cseperedik fel, aztán a te segítségeddel eljut egy bizonyos szintig, nem kell feltétlenül színésznek lenni ahhoz. Én azt hiszem, hogy az egy óriási lépcső az emberré válás felé is. Igen, így van. Ez egy kellemes, szórakoztató dolog, nem muszáj alkotó emberré válni, de egészséges, pozitív emberré igen. És ezt a színházon keresztül ezeket a kis boldogság morzsákat könnyen felszelegeti az ember. Ezeket a csapatokat a magadénak érzed? Nagyon, jaj, nagyon. Még most is levelezek azokkal a gyerekekkel, akiket tanítottam 21 évesen. Épp ma is írtam egy Szabó Zsuzsikának, hogy az életében adok tanácsot, közben 60 elmúlt. Az indítatás a családé, tehát ugye erről igen. beszéltünk, de számtalanszor elmondtad, hogy sokat köszönhetsz Montág Imrének, Gáti Józsefnek, Horva Istvánnak, akik tanítottak a színműn. Igen. Hát ez egy, aztán persze a színműn kinyílt egy hatalmas új világ, és ők nagyon humánusan, és nagyon intenzíven, és nagyon szigorúan mégis megmutatták azt az utat, ami ide vezet, ahol szerintem most vagyok, és az ő tanácsaikat mindig is köszönöm, és belém épültek. Tehát számomra ugye pontosan azért kezdtem így, hogy tanító, a tanítónál nincs fontosabb az életünkben. Igen, és a tanító az nem kell, hogy ezért kapja a fizetését, hanem aki megnyilvánul, aki egyszerűen csak véleményt mond, és azt mondja, hogy tessék szívesen felszedni ezt a szemetet maga utára az utcán, az is egy tanítás. De viszont a rendkívüli felelősség is azért valljuk meg, hiszen a tanítótól, tanártól nagyon sokat várnak, és ha később ezt az embert mesterüknek nevezik, vagy visszatekintve az életükre azt megerősítik, hogy nagyon sokat tanultak tőle, az azt hiszem, hogy nagyon jó. Hogyne, persze, hát ez boldogsággal tölt. Vannak ilyen visszajelzéseid egyébként? Hogyne. Akik a pályán vannak, említetted az Olivért, de Janza Katától, Szaniter Dávidig rengetegen vannak, akik most is, mint színészek élnek, és ahányszor találkozom, vagy ők meglátnak valahol, vagy egy jelet kapnak tőlem, akkor küldik a lájkokat. Varázslatos személyiségek egyébként a gyermekeid is. Most abban a szerencsés helyzetben voltam nemrégiben, talán 2 hete, hogy Lenkével találkozhattunk, aki ugye a verstáborban ott volt Csíkcsomortánban, és mintha lekopírozta volna azt a mentalitást, amit tőled otthon tanult. Tehát egy nyitott, mosolygós, rendkívül kedves és nagyon tevékeny, tehetséges fiatal lányról beszélünk. Ez fontos, hogy a család is ugyanúgy gondolkodjon, ahogy te annak idején felnőttél? Ez nagyon fontos, sőt nem csak, hogy az embernek a gyerekei jó, hogyha azt az értékrendet tovább viszik, amit ő jónak tart, hanem majd, ha egyszer jönnek az unokáim, akkor az lesz majd a kérdés, hogy a gyerekeim tudják-e úgy nevelni az ő gyerekeiket, hogy ez a lánc, ez tovább menjen. Ez egy dolog, hogy az ember a gyerekét, de hogy benne van-e az a rugó, hogy átadni, hogy ügyesen átadni, hogy humánusan, de mégis azért energiával, szóval követelni, terhelni a saját gyereket. Az egy nagyon nehéz dolog. Felgyorsult a világ, tudjuk, ebben a 21. században bírják a gyerekek azt a tempót, illetve azt a mentalitást meg tudják tanulni, amit te képviselsz? Nem. De ez a világ természete és az élet természete. Ha nevelést nézzük, mindig az ember több jót akar a gyerekének, mint amit ő kapott. És ez egyre inkább az elkényelmesedéshez, ez veszélyes. Vezet, nehéz. Én se tudtam elérni, hogy 8 éven keresztül mind a 3 gyerek zongorázzon. A szüleim még el tudták érni, nem tudom. Erőszakkal azért nem szabad csinálni. Meg kell próbálni, de mindig egy kicsit lazulnak ezek az eresztékek.
Tehát változott a világ. Azt viszont tapasztaljuk, hogy ilyen értelemben te nem változtál. Tulajdonképpen mindent csinálsz, ha úgy tetszik, és most megérkeztünk ahhoz a témához, ami itt az alaptéma lesz, látogassunk el a Csente utcába. Honnét jött önmagában a fehérvári babaúszoda és fitness ötlete, gondolata? Onnan jött, hogy az első gyerekemet, az Esztert 98-ban úszni vittük Budapesten, hogy babaúszás, hogy 3 hónapos kor után már viheti az ember uszodába, és ügyesen a nevelésre rá tudja hangolni. És amikor 99-ben ide szerződtem az alakuló társulathoz, akkor egyszer csak így recsent az agyam, és ugye összeadódott, hogy szeretek építkezni, hiszen az első pesti lakást azt magam csináltam 3 évig, hogy akkor itt építenék egy babaúszodát, hogy legyen a feleségemnek is munkája. Ő elment, ezt kitanulta, ezt a szakmát, és másfél év alatt fölépítettem, megterveztem és fölépítettem az úszit. És hát azóta is, leszámítva a pandémiát, működik a Csente utcában. Hogy sikerült meginvitálni az óvis gyerekeket, illetve ennél még fontosabb, hogy a édesanyákat, édesapákat arra, hogy igenis hozzák el a töpörtjüket, és bízzák a szakértőkre a szakmai segítséget. Hát először is a saját bőrömet vittem a vásárba, vagyis ott van a 3 lány, akik úszással kezdték az életüket, és rajtuk keresztül tudom bizonyítani, hogy a nevelés az bizony már 3 hónapos korba el tud kezdődni, mert hisz a babaúszás az nem arról szól, hogy jaj, de jó, fürdőzzünk egy kicsit, hanem mint például a fogmosás. El kell kezdeni, és minden nap folyamatosan csinálni, és akkor szép marad, vagy szép maradhat az ember foga. Nem úgy, hogy egyszer-kétszer megmosom, azt megnézem, hogy fehér-e a fogam. A babaúszás az tulajdonképpen a nevelés része, és aki ezt elhiszi, az 2-3 éves korban olyan visszajelzést kap a gyerekétől, hogy belátja, hogy tényleg. Egyszer, azt mondom, hogy gyereknek állj meg, az út szélén megáll. Mert azt mondtam neki picikorban, hogy merülünk, és azt a kis stresszt legyőzte, mert hisz mosolyt kap utána, hogy látod, milyen erős vagy. Köszönöm, hogy megállsz, ügyes vagy. Ez egy, én azt gondolom, hogy egy kiemelt szakmai feladat. Hogy kezdődik? Tehát megérkezik az édesanyja, aki természetesen mindennél jobban szereti csemetéjét és félti, nyilvánvaló. Hogy lehet meggyőzni a szülőt, hiszen a gyermek általában úgyis azt teszi, amit a szeretett édesanyja vagy édesapja kíván és mond neki. Ezek a legnehezebb percek, amikor a szülő be kell, hogy lássa, hogy először is lehetséges, hogy sírni fog a gyerek, amikor először ölembe veszem és leülök vele a lépcsőre, és még nem is éri a víz, de már sír a gyerek. Ezt ki kell bírni. És tudjuk, hogy a gyereknek nem okozunk rosszat, akkor úgy kell hozzáfélni, igen, te sírsz, mit csináljunk, majd elállsz. Figyelj csak, nézd rám, látod, hogy én is benn vagyok a vízben, ügyesen, mosolyogva, nem görcsösen. A gyerek sokkal többet érez, mint amit mi feltételezünk. A gyerek megérzi a mi feszültségünket, a mi félelmünket. Ezt magunkba kell elrendezni. Volt olyan anyuka, aki az ablakon kívülről nézte, hogy az apuka viszi, mert ő mereszkedett. Hát először magunkat kell helyzetbe hozni, vagy magunkat kell meggyőzni arról, hogy jót akarok a gyereknek. Tehát ezt ügyesen át. Tehát érthetjük alatta, hogy először az édesanyát, tehát a szülőket kell tanítani? Hogyne. Hogy legyőzzék azt az ösztönös félelmet, hogy én nem bírom elviselni, hogy sír a gyerek. El kell tudni, mert a gyerek csak kommunikál. Lehet, hogy csak annyikat mondani, hogy jaj, ez kellemetlen. Már ha úgy érzi, hogy kellemetlen, már akkor is sír. Nem tudja elmondani máshogy, hanem feszült, és az anyuka pedig úgymond gondoskodni, amiről az előbb is beszéltünk, meg akarja kímélni ettől, és a gyerek pedig azt jelzi meg, hogy ha sírok, akkor minden kellemetlenség megszűnik. Fölemel az anyu, bevisz az ágyába, és sírással eléri. És aztán nem lehet ebből a körből kiszállni. 4-6-12 évesen mikor áll le az ember és mondja, hogy na jó, most már akkor elég. Tehát a legfontosabb feladat áttörni a gyermeknél és a szülőknél is a pszichés gátakat. Így van. És akkor utána jön. Mi a következő lépcső? Tulajdonképpen a Rubikont azt akkor lépjük át, amikor a gyerek merülni. Úgy, hogy víz alá megy, ugye félteni nem kell, mert nem is tudna megfulladni, mert annyi tartalék levegője van. Csak figyelmeztetem, hogy figyelj, víz alá fogunk menni. Hopp, most. Kijön a gyerek, hogyha ezt kibírja a gyerek, sírás nélkül, kijön az emész. Ja, na látod, hát semmi nem történt, hát víz alatt is van élet, hát milyen ügyes vagy, csináljuk meg még egyszer. Figyelj, hoppá, látod, megy ez. És ezt a kicsi árkot
szélesítjük ezen túl. Azt mondjuk, hogy na most jó, figyelj, most víz alá viszlek, de el is engedlek, és ott vár az apu, figyelj, hopp, arra néz, ne rám néz, fordulj meg, ez már a nevelés, csak nem tudjuk elhinni szinte, hogy egy 3-8-10 hónapos gyerek erre a kommunikációra már alkalmas, rávehető. Megfordulunk, ott az apu, hoppá, és aztán egyre nagyobbak a feladatok, és az 2 évesen kijön a gyerek az öltözőből, beállítja a zuhanyozót, csapot, és bemegy a vízbe, úszik, a szülő megnézi akár a partról. Tehát az nyilván megerősítés, az első mosoly. Az a legfontosabb. A szülői és a gyermeki egyenlet. Igen, hogy jót akarok neked, ez igaz, hogy egy kicsi lemondással jár. És ez a nevelés. Ebben az időszakban nyilván ugye ez elterjedt, és népszerűségre tett szert, de ez mit jelentett a személyes szakmai tapasztalataid alapján? Hogy ez meghonosodott a városban? Igen. Igen, hát nem is egyedül csináljuk, van más, aki szintén rákapott ennek az ízére, és járnak hozzá, hát így, hogy fitház is lettünk, ugye ez azzal jár, hogy a tevékenységüket szélesítettük, nem csak pici gyerekek járnak hozzánk, hanem nagyobbacskák, a Covid ugye kihagyott 1,5 évet, és most már 7-8 éves korig, illetve hát hétvégén pedig a szülinapok, ami egy úszodában sokkal kellemesebben telik, mint egy gyors étteremben. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy ugye meglehetősen nehéz időszakot éltünk meg. Tehát egyik oldalról ott volt a koronavírus járvány, én azt hiszem, hogy az valamennyi közösségi tevékenységet megakasztott némiképp, igen. És még majd csak most fogunk elindulni, amikor már kinyílik a világ ismét. Ugyanez vonatkozik a gazdasági válságra is, tehát az energiaválság. Kezdjük talán az elsővel, az mennyire viselte meg például a babaúszodát? Hát be kellett zárjunk, egyértelmű. Tehát itt az egészséggel kapcsolatos dolgok, azok sokkal fontosabbak, mint bármi más intézménynél, tehát ott még érzékenyebb egy szülő, akinek kicsi gyereke van, attól, hogy jobban óckodik attól, hogy elmenjen a közösségi térbe. Így aztán be is zártunk, és télen be is zártunk tavaly a borzasztó energiaszámla miatt, tehát igazából nem lehet azt a pénzt elkérni, ami kiadja az úszoda fűtését télen, tehát 30 fokosan. Miként hidalhatóak át ezek a nehézségek? Tehát nyilván az emberfia azt mondja, hogy ugye ez bizonyos értelemben ez egy vállalkozás, bármelyen nemes célt szolgál, igen. Hogy akkor emelek az árakon. Hát minimálisat emeltünk az árakon, alig vagyunk följebb, mint a nagyuszoda, és viszont a paramétereink sokkal jobbak, tehát ugye mélyebb a víz, melegebb, és nagyszerű oktatóink is vannak, illetve, bár most az kicsit szünetelme kiment a Pető Intézetet végzett kis oktatónk, Ausztráliába 1/2 évre, de jön vissza, és járnak hozzánk ilyen testi fogyatékkal, meg szellemileg elmaradottabb gyerekek, akiket az úszással nagyon jól lehet fejleszteni. Tehát őket is bevontuk, illetve a nagyocskák, tehát 7-8 éves gyerek, a szülinapi, de olyan furcsa szolgáltatásaink vannak, például járnak hozzánk egyházak rendszeresen megkeresztelkedni. Igen, szóval meg ilyen fitness edzéseket, szóval ilyen különös dolgok is lettek, amiket a tervezéskor nem gondoltam, de van rá lehetőség. Meg gondolkozok még egy kerékpáros barát kempingbe is az alsó telken, és akkor az ők be tudnak járni. Ugye úgy fogalmaztál, hogy pek, hogy ilyen csúnyán bánik velünk a történelem, ezzel azt hiszem, hogy egyetérthetünk mindnyájan. Tehát a kiútat keresed mindenképpen. Igen, előre fogunk menni, biztos, hogy ezt az akadályt is fölülről vesszük. Szerintem az ország is, és én is, mint uszodai vállalkozó, és mint színész is remélem. No, kicsit még térjünk vissza, tehát amellett, hogy akkor a Csento utca rövidesen várja a vendégeit, és hát akkor lehetnek bulik is, az azért ez jó hír a kisgyermekes szülőknek, nagyszülőknek mindenképpen. Beszéljünk a színházról, hiszen a nyári színház az idén nincsen, és én azt gondolom, hogy a következő évad, főleg úgy, hogy jó néhányan távoztak a színházból, meglehetős nehézségeket tartogat, hiszen valljuk meg, a koronavírus járvány azért a
társulatot is megviselte mindenképpen, és hát a nehéz gazdasági helyzet nem különben. Milyen esztendőt vársz a jövő évben? Legegyszerűbb, hogyha az igazgatórat idézem, aki azt mondta az évad zárón, hogy látható a műsortervből is, de ő anélkül is úgy gondolja, hogy muszáj elmenni egy kicsit a szórakoztatóbb, könnyebben emészthető darabok felé. A rövidebb, kevésbé veretes, kevésbé mélyen szántó társadalmi, szociológiai és a többi darabokról a fókuszt áttesszük, inkább lazuljunk egy kicsit, örüljünk, hogy itt vagyunk együtt, és egészségesek vagyunk, és nevessünk, ha tudunk. És el kell mondjam, hogy ezt a társulat is már várta. Tehát mi 2-3 éve már mondjuk, hogy persze nagyon jó, magas röptű darabokat, ritkán bemutatott, valahol távol megírt darabokat bemutatni. Ez egy művészi kihívás, de azért, hogy visszakanyarodjak a beszédünk elején, tehát azért tudni kell, hogy ki az, aki ezt a gázsit, meg ezt a büdzsét összedobja. Világos. Tehát a népszínházi, illetve a musical elemek fókuszba kerülnek. Igen. Muszáj, hogy egy kicsit zenésebbek legyünk, vidámabbak, egy kicsit könnyedebbek. Ezt várom. Jó, hát én azt hiszem, ez jó hír bizonyos értelemben. Mit kívánjunk? Hiszen én azt gondolom, hogy a tanítást folytatod, a színművészként nem különben, a Csente utca, tehát a Baba uszoda is várja. Tehát azért van dolgod, lesz dolgod bőségesen. Igen. Én igazából ugyanilyen életet szeretnék, ameddig csak megy, mert akárhova megyek, ott jól érzem magam, és szívesen, és alig akarom abba hagyni, ahol éppen vagyok, amit éppen dolgozok, betont keverek, vagy bemegyek és nézem a gyerekeket egészen könnyekig, akkor én azt szívesen csinálom. Ugyanez maradjon ezt ki. Jól van, történjék így. Köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Kozári Ferenc volt, beszéltünk családról, tanításról, színházról, uszodáról, mindarról, ami a mindennapokban rendkívül fontos neki, nekünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.